A fémek és a halogén elemek általában hevesen reagálnak egymással. A jód és az alumínium por példáján fogjuk megvizsgálni ezt a folyamatot. Az alumínium eleve por formájában áll rendelkezésre, azzal nincs feladatunk előzetesen. A jód viszont szilárd állapotban van, illetve darabos állapotban, ezt először porítanunk kell. Dörzsmozsáról ugye nem szabad ütögetni az anyagot, csak dörzsölni. Az alumínium porral most összekeverjük. A tűzszüleménnyel járó reakciókat általában valamilyen tűzforrással indítjuk be. Ennek érdekessége az lesz, hogy egy vízcsepp hatására fogjuk beindítani a folyamatot. És hozzáadnám az alumínium port. Összekeverjük. Kiöntöm egy aszbesztes dróthálóra, egy kis mélyedés a közepébe, és hozzáadunk egy csepp vizet. Itt a víz igazándiból csak katalizátorként lesz jelen, tehát ha beindul a folyamat, onnantól kezdve már önfenntartó lesz. A látható lila gőzök azok a reakció hőtől elpárolgó jódtól erednek. A heves tűzszünemény a reakcióhőtől van, illetve a levegő oxigénjével is egyesül az alumínium. Ha ezt a keveréket előre elkészítettünk volna, az nem lenne szerencsés, hiszen a levegő nedvesség tartalmától hosszabb idő után ugyan, de automatikusan beindul a folyamat.